Kinkládzéhoz kerül vissza a labda Árveladzétól. Dzsamarauli még egyel tovább. Átverekszi magát Klinkládze a védőinken, sebők, kitolják oldalra, kit is Vili. Egy kis szamba a labda körül, de ez veszélytelen. Ó, nem is volt olyan veszélytelen. Két embert is becsapott, beadja, üres a kapu, gól! Hát végül csak betaláltak. Hát ha ennyi helyzetet adunk, Árveladze is tud gólt lőni. Árveladze harmadik 100%-os helyzetét kihasználta, de föltenném a kérdést. Hogy lehet Árveladze ilyen üresen bent középen megint? És hát Kitisvili két álló védőnket csapja be a szambázás után. Hát gyerekek, itt tessék nézni, oda megy két magyar védő, és a kettő között elmegy, majd ad egy köténysebőknek. Hihetetlen. És most egy újabb kellemetlen meglepetés, Kitisvili, és tessék figyelni Árveladzét. Ott van Nick. 8 méterre nincs tőle magyar védő. Halmai teszi tovább a labdát, Mátyus. Lisztes. És jól adja vissza, nagyszerű helyzet, Mátyus gól! Gól! Egyenlítünk, Mátyus! Na hát! Hát ha valaki elvállal valamit, ha valaki próbálkozik, hát abban a pillanatban mondtam én, nem olyan verhetetlen ez a védelem. Mátyus! Aki a pesti meccsen is szerzett gólt, most is szerez. És nagyon jókor a félidő vége előtt. 1-1. Hát miért nem hisszük el, hogy itt van keresnivalónk ezen a mérkőzésen? Miért nem érzik bent a pályán a játékosok, hogy ez egy szerte? Grúz labda szerzés a bedobás után Árveladze. Korsós Attila mellett megy el. Nagyon jó labdát a középre, két támadó, egy védő, ott a helyzet, visszaveszik, gól, bárkora gól, azt a mindenit, Dzsamarauli, lenullázta a teljes magyar védelmet, hát ez olyan román gól volt, bukaresti gól, 2-1 oda. Én látom a visszajátszást, önök csak képzeljék el, Pető van csak bent középütt egyedül, és egy hajszálpontos indítás a lendületből fölérkező Dzsamarauli elé visszahúzza, elszáll a bekünk, király leül, mert azt hiszi, hogy egyből lövik, és 2-1 oda. Dzsamarauli tehát a gólszerző. Gyerünk, tököli. Fölfejelik előle, Izanyisvili tovább teszi még Kabát, belevezeti az előtt álló Nemzadzébe a labdát, Pető. Pető játékán sajnos érződik a korábbi sérülése, nem volt 100%-os, kérdéses is volt, hogy játszani tud-e majd ezen a mérkőzésen. Sebők. Ó, elviszik a lábáról a labdát. Sebők Vili. Jasvili. Korsós vele szembe. Jasvili. Gól. Hát bolondok házát csinálnak a magyar védelemből. Azt a mindenit. 3-1 oda. Szaladgálunk, mint légy a falon. Már elnézést. 3-1. Korsósra rávitték a labdát, Sebő kitámadott fölöslegesen, és Jasvili mesterien elrúgta király mellett a hosszú a bal alsó sarokba. Második félidő.